kettő legfontosabb paraméter, ami miatt választottam, és amit ígért a verk, azt így utólag is azt mondhatom, hogy megkaptam. Ez a kettő nem volt más, mint a gyakorlat, tehát gyakorlati orientáltság, hogy valamilyen jellegű tapasztalatot is ad, és a kapcsolati háló. Az első fél év során, hogy gyakorlati szakemberek jönnek, ők beszélnek valós problémákról, tapasztalatokról, esetekről, helyzetekről. A második fél évnek a vizsgaprojektje az meg abszolút ad egy konkrét, meg átélt tapasztalatot a kezünkbe. A vizsgaprojektünk, amivel a második fél évet zártuk, az egy színházi előadásnak a megszervezése, létrehozása volt, gyakorlatilag a nulláról, és tegyük hozzá, hogy minimális költségkerettel. Mit mutatunk be, kikkel dolgozunk, a rendezőtől a színészekig, hol mutatjuk be, hol próbálunk, milyen megállapodásokat kötünk mondjuk a befogadóhelyel, kiknek szálljuk ezt az előadást, őket hol találjuk meg, akkor honnan lesznek nekünk díszleteink, kellékeink. Ha most nekifogunk egy új bemutatónak, akkor ugyanazokon a lépéseken megyünk végig. Ad egy nagyon-nagyon jó magabiztosságot arra, hogy oké, ezt már egyszer végigéltük, csináltuk, verk után nagyon hamar jött egy lehetőség, egyébként abszolút a verkes kapcsolati hálón keresztül, hogy az akkori még főállásom, ami ugye egy multicégnél volt, mellett egy független társulat mellett kezdtem dolgozni. Nagyon nagy szükség van olyan biztos pontokra, akik kézben tartják az ő, vagy mondjuk egy társulat, egy színház mindennemű működését és létezését. Biztos pont, ami nekik is kell ahhoz, hogy mondjuk a saját dolgukat tényleg olyan fokon és olyan minőségben tudják csinálni, ahogy egyébként azt szeretnék, amiért ők is választották a saját pályájukat. Nekem nagyon pozitív volt, tényleg, hogy csupa olyan embert hívtak meg hozzánk, akik gyakorló szakemberek, nap mint nap ezzel foglalkoznak. Olyan szinten támogatóan és annyi mindent megosztva érkeztek hozzánk, hogy engem meglepett az a őszinte segíteni akarás, vagy hogy valamilyen tényleg hasznos felkészülés adjanak át. Jó kis csapat volt, és a mai napig büszkék vagyunk arra a bizonyos vizsgánkra. Főleg, hogy az előadás azóta is egyébként már valaki felkarolta, és megy tovább, járja az útját, de mai napig látható egyébként Budapesten. Úgyhogy azért mindig egy közös siker marad, és megmaradt így a kapocs, megfigyelgetjük egymást. De hogyha segítség kell bármilyen téren, akkor nagyon sokszor először egymáshoz fordulunk kapcsolati háló, az nem csak úgy tudott itt bővülni, hogy a meghívott előadók által, hanem velük is, és hogy azért szakmában mozog mindenki valamilyen szinten.